Ha a mondat közepén csönd keletkezik, egy kicsinyke, félre nem érthető csönd, az olyan, mintha megnyílna halkan egy ajtó, s az ember betekintést nyer oda, ahol fontos dolgok éppen most születnek, írja Ancsel Éva. A retorika, vagyis a szónoklat tudománya is az ehhez hasonló, aprónak tűnő kommunikációs helyzeteket vizsgálja. Nemrégiben jelent meg dr. Acél Petra egyetemi docens Új retorika, közélet, kommunikáció kampány című kötete, melynek bemutatóját március 19-én tartották az Eszterházy Károly Főiskola Biblioteka Eszterházyának könyvtárában. A könyvbemutató előtt az alkalmazott kommunikációtudományi tanszék által meghirdetett pályázat középiskolás győztesei vehettek át elismeréseket, majd zeneszóval köszöntötték a szerzőt. A könyvet Pozsonyban adták ki Acél Petra egykori tanára, professzor dr. Bence Lóránt lektorálásával. A rendezvényen megjelentek elismeréssel adóztak a retorikának és szolgálólányának Acél Petrának, hangzott el H. Varga Gyula tanszékvezető főiskolai tanár nyitó beszédében. Ezt követően professzor dr. Bence Lóránt méltatta a kötetet, amely, mint megtudtuk, hosszú évek munkájának gyümölcse. Megírása nem hosszú. Megírni meg lehet valamit egy hét alatt, két hét alatt, három hét alatt. Több év vezet oda, hogy az emberben megérjen, hogy miről ír, hogy mennyit, és hogy az hogy tudja az újabb érdeklődéseivel összekapcsolni. Én retorikából doktoráltam, tehát én ezen az úton indultam el, és ezelőtt a könyv előtt éreztem úgy, hogy a klasszikus retorika után is kell tudnom valamit mondani, és akkor kezdődött meg a gyűjtőmunka. Úgyhogy azt mondom önnek, hogy 5 év, akkor nem mondtam igazat, de akkor sem hazudtam, ha azt mondom, hogy 10 év. A könyv rendkívül időszerű és igencsak hiánypótló, mert a gyors technikai, társadalmi, gazdasági és politikai változások, az új körülmények megkövetelik a retorika fogalmának olyan átértékelését, újra meghatározását, kitágítását és ugyanakkor pontos határainak újra kijelölését, ahogy azt a szerző teszi, fejtette ki a lektor köszöntőjében. A könyv áttekintést nyújt a retorika tudomány történetének fontosabb állomásairól, különös tekintettel a mára. Izgalmasan színes képeket villant föl a változásokról. Józan, visszafogott és kiegyensúlyozott kritikával szemléli őket, illetve magában az ismertetésben már bele van foglalva az előzetes eligazító kritika. Csoportosítja is a véleményeket, és egymáshoz viszonyított rendszerbe helyezi el őket. A fogalmak tisztázásához ma már elkerülhetetlen a vélemények véleményezésének tárgyalása is, illetve a nézetekről való nézetek feltérképezése. A retorikát úgy is nevezik, mint a közélet tudományát. Pont arról szól, hogy lehet másokkal eredményes kapcsolatba kerülni, anélkül, hogy legyőznénk, megölnénk, vagy valamilyen módon megfojtanánk. Tehát éppen a termékeny kapcsolatteremtés, társas kapcsolatteremtés elmélete és gyakorlata. A szerzővel Vihari Balázs folytatott szakmai beszélgetést a könyvben felvetett kérdésekről. Az eszmecsere zárásaként elhangzott 3 díjnyertes retorikai előadás diákok tolmácsolásában, végül pedig Bali Ádám zongora előadását hallhatták a megjelentek.